Az a helyzet, hogy rengeteg mindenről kell beszélnünk, és egészen pontosan semmihez nem kell összekészülnem, viszont itt vagyunk, és készüljünk össze együtt. Megpróbálok egy kicsit felzárkóztatni titeket, és elmondani, hogy mi a helyzet, mi történik. A hajam az nagyon-nagyon soknapos, úgyhogy most jött el az ideje annak, hogy egy csodálatos cofot összedobjunk együtt. Fésülködni ezt nem terveztem, úgyhogy csak kössük össze. Szóval, honnan kezdjem? Nincsen olyan helyzet, amit egy jó szoros cof nem tudna megoldani. Ez a véleményem. Amikor olyan szoros a cofod, hogyha pluszba ráhúzol, mert nem megy tovább, akkor jó. Mielőtt a hajamat lefixálnám, villám gyorsan megcsináljuk a prepet a sminkhöz. Úristen, hogy hullik a hajam. Lehet kellett volna fésülködni. Nem úgy. Az alapbőrápolást ezt már megcsináltam, úgyhogy ez csak az előkészítés. Minden héten van pár nap, amikor azt hiszem, hogy most utolértem magam, utána a következő héten csinálok valamit, amiből egyértelműen kiderül, hogy közel sem. Múlt héten is ezt gondoltam, és ma, így hogy veszem fel ezt a videót, és tudom, hogy ma fog kimenni ez a videó, rájövök, hogy nem. Viszont ma van az egyetlen nap, amikor igazából ráérek, és nincsen konkrét dolgom. Úgyhogy arra gondoltam, hogy leülhetnénk egy kicsit, és társalkodhatnánk együtt. Úgyhogy éppen ezt tesszük. Ha nem tudjátok, hogy mi ez, akkor semmit nem tudtok. Lassan kifogy egyébként. De ugye ez a legfontosabb lépés az egész hajamban. Tegnap csináltam meg a körmeimet. Igazából csak felfrissítettem, és egy nagyon-nagyon picit visszavettem a hosszából. Ugyanis nem hiszem, hogy lesz rá időm a következő napokban. Azt hiszem, hogy ez lesz a mai választásunk. Mert hogy hétvégén Zsófival elmegyünk egyet kirándulni, és addig be kellene fejeznek mindent, de valahogy ez a hét így nagyon-nagyon összesűrűsödött, és tele van programokkal, ami egyébként tök jó, és tök élem, csak jó lenne úgy elmenni hétvégére, hogy jövő hétre kicsit előre dolgoztam. Sikerülni fog? Valószínű nem, de azért nyilván megpróbálom. Azon gondolkozom egyébként, nem hiszem, hogy számít amúgy, de megkérdezem. Most, hogy mindjárt kezdődik nyári szünet, meg egyébként is tök sokan dolgoztok. Mikor posztoljam a videókat? Mindig este posztolok, de így, hogy jön a jó idő, én se vagyok itthon esténként. Úgyhogy gondolom, hogy ki sem. És lehet, hogy észszerűbb lenne délelőtt, vagy kora délután, vagy nem tudom. Ez az egyik kedvenc korrektorom egyébként, az undertone-ja miatt leginkább, és mindjárt totál kifogy, úgyhogy ebből még bennem kell egyet. Tegnap voltunk Barbie-val vásárolni, nézelődni, és teljesen elfelejtettem, úgyhogy... igen. Ups! Siker! Kipattintottam a kis tartókáját. Tudjátok azt a lehúzó részt? A bőröm jelenleg éppen az e-havi megpróbáltatásokból épül újra. If you know what I mean. Annyi mindent akartam mondani, miért nem jut eszembe, hogy mit akartam mondani. Na mindegy, voltunk tegnap Barbie-val nézelődni, és amúgy láttam egész jó ruhákat, de próbálok felelősségteljes felnőtt lenni, és csak nézelődtem. Tök sok dolgot láttam, amit el lehetett volna hozni amúgy.
Hétvégére viszonylag meleg helyre megyünk, úgyhogy kellenek olyan dolgok, amik kis lengerucik. Megyek haza vásárhelyre holnap, még mindig nem lettek lecserélve a téli gumiaim. Ez egy melegebb árnyalat egyébként, ezt fogom a szememmel eltenni. Úgyhogy holnap az le lesz cserélve, és öcsinek viszek haza egy kis csomagot, és azért merem ilyen bátran elmondani, mert egyébként nem tud róla, de úgy se teszi be a lábát ide a csatornámra, úgyhogy egészen nyugodtan ki lehet beszélni. És neki viszem haza a kis cuccot, amit édesanyja ma vesz meg, aztán édesanyjával valószínű, hogy amíg megcsinálják a kocsimat, addig provizunk valamit, utána jövök haza. Tudom, hogy nagyon sokszor elmondtam már, de elmondom még egyszer, nagyon minimálba nyomom a sminket mostanában. Nem tudom miért, de vagy változott az arcom, vagy nem tudom, mini smink egyébként is, és annyira tetszik, hogyha nem teszek szempillaspirált. Lehet, hogy most se teszünk. Valahogy van egy ilyen edgy vibe-ja. Viszont holnap nagy sminkelés lesz, legalábbis azt hiszem. Régen nem tettem már ilyen igazi szép sminket, úgyhogy holnapra azt tervezem. Holnap megyünk Zsófival este vacsizni, utána ilyen kis mini buli lesz. Valószínű, hogy nem mini buli lesz, de igen. Úgyhogy holnapra sminkelünk. Fogalmam nincs, hogy mit veszek fel, ugyanis így, hogy kipakoltam majdnem az összes ruhámat. Nagyon kevés cuccom maradt egyébként, és nagymama kérdezte viccből, hogy van-e mit felvegyek. És amúgy érzésre olyan, hogy nincs. Nyilván van, de kellene frissíteni a dolgokat. Bronzy, shiny, mesés, ezt nem tudom miért tettem el. Mutatom, hogy mi a maximális szemsmink, amit mostanában csinálni szoktam. Uno. Dos. És még csak ki sem húzom. Nem cicásan, csak itt. Up. Ne kérdezzétek, véletlen? És nagyon tetszik, úgyhogy azóta mindig megmaradt. Picit. Igen. Úgy tartom a hajam, mint hogyha bárhova elmozdulna egyébként menet közben. Cute. Oh, so shiny. Nem tudom, hogy láttátok-e Instán, de most olvasom az All Your Perfects-et. És azt hiszem, hogy az előző könyves videó óta ez a 8. könyv, úgyhogy annak már nagyon a végén járok, úgyhogy még 2, és jön a következő könyves videó. Az elején egy picit belehúztam az ilyen nagyon nyálas, nagyon egyszerű kis romantikus könyvekkel, úgyhogy itt a végén, mint ahogy az All Your Perfects is mutatja, belenyúlok egy kicsit más témába is, hogy ne legyen unalmas, és nem mindig csak a tipikus rubinpöttyös dolgok legyenek. Ezt még szeretném befejezni, hát bőven. Azt akartam mondani, hogy szeretném befejezni a hétvége előtt, hogy az utazásra másik könyvet vigyek magammal, amit nem is mindegy. Ha utazunk, akkor nyilván e-bookot olvasok, mert az sokkal kézenfekvőbb. Addig lehet, hogy még egyet befejezek, és ha visszajövünk, jövök, akkor érkezik a könyves videó. És nagyon szeretnék valami görgtolkos kis csicsetet. Van egy szemöldök fixáló, amit nagyon szeretek, és nem találok. Vagy valamelyik táskámba bele lett dobva, és ott maradt. Meg is nézem. Van egy ötletem, hogy hol lehet. Nem viccelek. Több mint egy hete keresem, és eddig nem jutott eszembe, hogy ott lehet. Most megtaláltam mindent, amit egy hete keresek. Dr. Irena Erises, és
olyan szinten hideg, hogy majdnem szürke, és ezt szeretem a legjobban az ilyen nagyon-nagyon minimál sminkekhez. Ilyen kis interessante a caféje. De egyébként nagyon tetszik. Lehet, hogy egyébként nem, de olyan érzés, hogy pont olyan színű, mint a szemöldököm. NYX-es szemöldöktől. A bal szemöldököm az mindig a gonosz főhős. Sose akar együttműködni. Úristen, tudom, mit akartam mondani. Képzeljétek el, a hétvégén két olyan dolgot mondtak nekem, nem tudtam, hogy melyikkel lepődtem meg jobban. Az egyik az volt, hogy valaki beszélgetés közben azt mondta nekem, hogy póker arcom van. Nekem. A lányok folyamatosan azon nevetnek, hogy nem tudok nyugton ülni úgy, hogy ne látszódjon az arcomon, hogy éppen mire gondolok. Úgyhogy ez már kellőképpen meglepő volt, de másnap. Másnap pedig azt mondták nekem, hogy olyan sorozatgyilkos fejem van. De aztán villámgyorsan hozzátették, hogy ez amúgy bók. Oké. Okay. Kommentben mehet a szavazás, hogy ti melyiket választjátok. A tollnak az árnyalata egyébként Ash Brown. Megint elhagytam, most találtam meg, és megint elhagytam. Kicsit még átfutok rajta. De hétvégén megyünk kirándulni, egész héten programozunk. Hozom nektek a videókat, hétfő, szerda, péntek. Mikor posztoljak? Ez egy nagy kérdés. Legyen egy görtorkos videó, régen volt ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és együtt készültünk el az egyetlen pihenős napomra a héten. Szerdán érkezem nektek következő videóval. Nagyon várom a kommentjeiteket, imádom őket olvasni, úgyhogy írjatok minél többet. És a következő videóban találkozunk, sziasztok!